mond ki az igazságot, küzdjél te bátran, küzdjél kerecskeddel. Heves megyei Sástónál vagyunk, az ország legmagasabban fekvő tavánál, a tó síralmas állapotba került, a felelősök pedig egymásra mutogatnak. Nagyon furcsa itt most szétnézni ezen a részen, mert a családunkból 20 évvel ezelőtt voltunk itt először, a nagyszülőkkel a gyerekek, mi is voltunk itt többször, és a 20 év alatt legalább egy 10-12-szer megfordultunk itt, legutoljára 2 évvel ezelőtt, és hát most, hogy erre jártunk, benéztünk szintén ide, és látszik, hogy a tó is el van hanyagolva, és most sajnos azt is látjuk, hogy a szigetre sem lehet bemenni, vagy a félszigetre sem lehet bemenni. Az erdészet, én úgy is jöttem, 42 évig erdészkedtem, most jöttem a nyugdíjban. Még apám idejében ezt úgy kell, hát ez csak félig mester, vagy természetes. Itt volt egy hektárnyi terület, ami természetes. Aztán még az akkori erdészet lovaskocsikkal volt, a gyöngyösről, ez egy híres téglagyár volt, és szülők emlékeznek el. Az agyagot géppel kikotorták, és kézirével döngölték. Úgyhogy most ennek az azánk azért nem lehet tisztítani se, mert a sorrend az lenne, leengedni a vizet, és mikor kiszárt kézi erővel, vagy kis ezer lánctalpas gépekkel kitolni szépen, fertőtleníteni, újra tőteni, mert Sásnak is már 90%-a a vízminőség rovására. Ez lenne a sorrend. Nagyon kellemes hely volt pedig itt ez, és mindig élvezték a gyerekek is, az idősek is, mi is ezt a kellemes környezetet. Ez nem igazán sarkal arra minket, hogy a jövőben ezt a pihenést válasszuk, tehát, hogy ide jöjjünk. És kárpótlásban egy tavat, ez olyan, mint a odahaza bármelyiketek, a fürdőkártat odaadnál negyedikén lakónak, a felék. Így azt most így néz ki, gyönyörű. És mit gondolnak, mi az oka annak, hogy a tó ilyen állapotba került? Hát csak egyetlen egy dologra lehet gondolni, hogy akinek felelőssége lenne, vagy akinek a hatáskörébe tartozna, hogy ezt rendben tartsa, az vagy nem akarja, vagy nem tudja, vagy nincs rá pénze, vagy másra fordítja a pénzt. A tó egyik fele és a hozzátartozó erdőrész tulajdonosa a Solybor Kft. Ügyvezetője Nyilas János, aki 1973-ban lett Gyöngyös-Olymos tanácselnöke, majd 79-ben TSZ elnöknek választották. A rendszerváltás utáni zavaros időszakban a tavat és az erdőt privatizálták, valamint egyes vélemények szerint kárpótlás gyanánt is magánkézbe került. A volt TSZ elnök így jutott hozzá a Mátra Gyöngy személynek nevezett területhez. Nyilas 2010-ig önkormányzati képviselő is volt. Jelenleg a területtel nem foglalkozik, elmondása szerint nem fűződik hozzá érdeke. Kim voltunk a Sástónál, és borzalmasan rossz állapotban van. Beszéltünk az erdésszel, aki elmondta, hogy elég régóta, tehát tulajdonképpen van is gazdája a tónak, meg nincs is. Hogyha munka van, akkor nincs gazdája. Tehát, hogy mi a véleményem? Hát először, hogyha ott erdésszel, nem tudom, hogy melyik erdésszel, vagy hasonló van, ott egy nyugdíjas valami Szabó névre hallgató, hát semmifajta illetékessége is, hogy mit beszél, vagy hasonló. Na most a következő, nekem kétfajta megállapodásom. Egyik a városi önkormányzattal, amely ugye fejlesztését akar végrehajtani, és ehhez kérte a hozzájárulásunkat, mint tulajdonos. Én ezt megadtam nekik, és ugye ennek fejébe, hogy minden üzemeltetést, különböző műtárgyat ott állt rajta, itt a híd átjáró, vagy hasonló, ő a saját költségére, terhére megépíti, mert idegenforgalmi jelentősége volna neki. Mondom, én egy darab hátamban adtam volna vissza, egy darabot, nem erdőrészeket. És a másik híd, ami ott van, az is még a határ? Ez is a határ? Hát, így egyenesen a tó között. Uh-huh. A bal oldal. Ez ilyen nyilasé, jobb oldal meg úgy néz ki, senki földje. Hát ha leszakadt a híd, elnézést, lezárjuk vagy lebontjuk azt, akkor nem tudnak átmenni, utána megkerülik a tavat, ha sétálnak arra, vagy hát arra két szigetre, ugye nem tudnak, hogy nem volna célszerű, nem volna praktikus, és én nem is akarom, de ugyanakkor én jelen pillanatban ugye erre jelentősebb összeget fordítani. Nem tudok, még nem a volt. Tehát tulajdonképpen ti nem is nagyon érdekli, hogy... Persze, mert hát ugye a tevékenységünk egy termelő üzembe a eredményessége természetesen időnként másra is fordítunk, hogy ugye hagy legyen rendben, de ez jelen pillanatban nem érdek.
És ezt a tavat ön megvette annó? Igen, igen, megvette. De akkor milyen célból? Hát, kérem szépen, ugye vannak nekem elképzelésem hosszú távra, de hogy az én időszakom lesz, vagy az utódaimé, millióm egy lehetőségem, még elképzelésem van nekem, de jelen pillanatban ugye mi a szőlőbor ágazatban nem a legkedvezőbb, én mindent ennek ellenére, mert már ki nem szállhatok a szőlőborba, fektetik. Mondom, ez a fele kárpótlás van visszaadva, hogy solymosi bortermelőnek. Ezt ugye most Solybor Kft-nek Uras Jánosnak? Annak, de hát látszik, hogy hogy törődik vele. Hát szégyen. Ő azt mondta, hogy hogy a tó azért ilyen, ő nem is tudott róla, mert az újságíróktól tudta meg. Nem tudott, hát óta így már. Milyen állapotban voltunk, és elsősorban is kérek egy lehetőséget arra, hogy leüljünk. Ezt képest, hogy nyilatkoztat, hogy most hallott először erről, hát mondtam, hogy nem fűztem hozzá kommentet, mert nem volt igazából miért, de mondtam, hogy hát igazából hogy a privatizáció az sok mindenre jósította az embert, és arra is, hogy hozzájusson olyanhoz, ami egyébként közérdeket kéne, hogy szolgáljon. És mióta van ilyen állapotban, mióta nem foglalkozik vele a Nyilas János? Hát 10 éve. Én kihagyok a segélyérbe, azt akkor csak szedik a izé. És ki szokott jönni ide megnézni? Kicsoda. Nyilas János? Hát elszalad esetleg, ha gondja van, hogy a bérlő nem fizette ki az. Én évente szoktam kötni ilyen kisebb csónakázási szerződést, csak azért, hogy rendben legyen a tó. Most is ugye ez év február 16-án ugye kötöttem én ezzel a Zsigérné Püspöki Szilvia 60 és a címen, és a következő képen, ugye, hogy a bérbe, csónakázás céljára bérbeadó, 2. pont hozzájárul, a tevékenységhez szükséges plac kialakításához úgy, hogy azok a környezetvédelmi előírásoknak megfeleljenek. 3. pont. Nem is, az nem annyira érdekes, tehát sorolható minden. 5. pont. Bérlő nyilatkozik, hogy a terület használatának fejében elvégzi a nevezett ingatlan és környékének rendbetételét, azt folyamatosan tisztán tartja. Tehát ennyi. Én ugye azt mondtam, hogy nem kérek térítést, de bizonyos szintű karbantartást végezzenek el. Én gyakorlatilag a közel múltban nem láttam, nem néztem, eddig sose merült fel, hogy ez a Szabó nevezetű úr mit beszél, vagy mit szövegél, hát jobb lenne, hogyha nem éppen a Sástó környékén tevékenykedne, más szempontból, nem a tó szempontjából. És mi láttunk egy szerződést, ami arról szól, hogy februártól októberig a bérlőnek, akinek a Nyilas úr bérbe adta a tavat, annak kéne takarítania. Tehát mi úgy tudjuk, hogy ő bérbe adta egy 60-i hölgynek, aki tovább játszotta egy Mayer Robert nevű embernek, akit nem találtunk meg, de ő a Sástó étteremnek a tulajdonosa. Ez is és elvileg az alkalmazottai sem ismerik. Ez is így van. Tehát azért elég érdekes történetek vannak Sástó környékén. Hozzájárultam a gyöngyösvárosi önkormányzatnak ahhoz, hogy ott a hidat megépítse és üzemeltesse. Akinek lett volna feladata tisztán tartani a tavat? Gyakorlatilag, hát ugye a szerződést, tehát olvastam az 5-ös. Igen, pontot. Csak a szerződésben most úgy említette, hogy februártól őszig van ez a szerződés. Persze. Hát de minden évben egy új szerződést kötök ezzel a csónakáztató személlyel. Alpolgármester úrak szerint kinek a hibája, hogy ilyen állapotba került a tó? Ez jó kérdés, én úgy gondolom, hogy az évek során mindenki próbált belőle valami hasznot húzni, és igazából senki nem foglalkozott vele. Tehát ugye nem biztos, hogy ugye ez jó megközelítés, mert van ott egy magántulajdon, és hát hogy keresünk-e hibást, vagy nem hibást, tehát ugye mi nem tudom, mire tartjuk ezt a tavat. Mert az, hogy erkölcsinek kinek a felelőssége, ezt nem lehet eldönteni. Viszont kinek a felelőssége, hogy tényleg a jogszabályokat nézzük? Hát én azt mondom, hogy gyakorlatilag a tulajdonosi felelősség lehet ebben elsődleges,
Érdekes dolog volt, hiszen a privatizáció során nem tudunk arról, hogy Gyöngyösnek felajánlották volna a megvétel lehetőségét például. Semmi hasznom nincs abból, hogy ott a Fahídon meg egyéb átjárnak, de én különösebbet nem fordítottam rá költség. Volna elképzelés, de máshova is kell a pénz, ennek anyagi függvényei vannak. Milyen régóta van az ön tulajdonában ez a tó? Egy 15 éve. 98, hát 12, 12, 13, 12 éve. Tehát, hogy jól értem, hogy akkor ön nem is szándékozik ebben az ügyben lépni? Jelen pillanatban nem. Vagy pedig, ugye, hogy ha, tehát a minimális rendbetételt ugye esetleg megteszem, de nem biztos, hogy azzal a célra, hogy turisztikai célra, mert miért tónak én érvezem. Ki fog pusztulni a tónak az élővilága? Nem tudom, hogy ez alatt mit ért a élő világ alatt, mert ugye növényti vagy az állatot. Hát mind a kettőt. Hát ugye az állat az gyakorlatilag, hát nem tudom. Kacsákon kívül milyen állatok vannak még itt a tóban? Igen, most a vízi csirke, akkor az a halállomány van benne, törpe, kárász, keszeg, mosári teknőc. Az is van szép, nagy példányokat lehetnek talán. Azt hiszem, hogy talán még 2009-ben kezdte a város a Sástónak egy komplett turisztikai és öko, tehát a magának az élőhelynek a helyreállításával kapcsolatos projektet, és összeállítottak egy egész komoly pályázatot erre. Sajnálatosan azonban, miután elsősorban egy turisztikai pályázatra adták ezt be, ezért az élőhelyvédelem, tehát magának a tónak, az élővilágának és az ezzel kapcsolatos részek olyan mértéket képviseltek ebbe a turisztikai pályázatba, amiért maga a pályázat nem nyert. Minek van szerződés rá, ki a terület egyáltalán, ki adta bérbe, tehát sok olyan dolog, amire nem találunk választ, mert egyszerűen nincs fellelhető dokumentáció. És csak magát a tavat nézzük. Azt mondja, hogy a felső rész, hogy mindig természetvédelmi terület volt, az mindig olyan fajta, az élővilág miatt olyan fajta védettséget élvezett, amire a város igazából évtizedek óta vagy nem figyelt oda, vagy ha odafigyelt, akkor mindig rájött, hogy meghaladta a anyagi képességeit. Az alsótomból folyamatos bevétel, most ez a felsőtomból nincs bevétel, amiről folyamatos bevétel, az még nem a miénk. Felborult a természet egyensúly egy picit itt a tóban.